Egyik éjszaka egy férfinak volt egy különös álma. Azt álmodta, hogy a tengerparton együtt sétált Jézussal. Az égre tekintett, és képek jöttek elő az életéből. És észrevett egy pár lábnyomot. Az egyik lábnyomok a férfi életútját ábrázolták, a másik lábnyom pedig Jézusé volt. Mikor a férfi életének az utolsó szakaszához élt, visszatekintett az egész életére. Azt vette észre, hogy az életének legnehezebb időszakánál csak egy pár lábnyomot vett észre a homokban. A férfit nagyon nyugtalanította ez a dolog, így Jézushoz fordult, és ezt kérdezte. Uram, te azt ígérted, hogyha egyszer eldöntöm, hogy követlek téged, velem fogod vándorolni ezt az utat. De hogy végignézem az életemet, a legnehezebb időszakánál csak egy pár lábnyomot látok. És ezt nem értem. Miért éppen akkor hagytál magamra, amikor legnagyobb szükségem volt rád? Jézus szelíd hangon így válaszolt. Drága gyermekem, én szeretlek téged. A legnagyobb megpróbáltatások és szenvedések ideje alatt valóban egy pár lábnyomot láthatsz. De ez csak azért van, mert akkor a karjaimban hordoztalak téged. Te vagy az erőm, amikor nekem nincs. Te vagy a lábaim, amikor nem tudok járni. Köszönöm neked, én Uram Jézusom, a felálltozást.